Isti! Na szevasztok, srácok, itt van a következő Forza Horizon 4 Wheelspin gameplay videónkban. Baromi rög volt már ilyesmi, nem is fogunk ezen pofázni sokat. Addig pörgetünk, amíg autót nem kapunk. És elég nagy szopó, mert egy darab pörgetés maradt, úgyhogy reméljük, hogy autót kapunk. Pörgess újra. Ha nem, akkor a Super Wheelspinhez fogunk nyúlni, amiben szerintem megint nagy valószínűséggel fogunk kapni valamiféle autót. Ah, hál' Istennek nem, örülök. Meg kell mondjam, örülök, hogy nem kaptunk autót, mert nem akartam majd offroadozni, tök őszinte leszek. Úgyhogy nagyon örülök neki. Van egy darab szuper pörgetésünk még. Aztán, hogyha ebből sem lesz semmi autó, akkor nem tudom, mit fogunk csinálni. Őszinte leszek, akkor meg fogunk venni valahogy ilyesmit. És természetesen nincs benne autó, hát akkor let me get back to it real quick. És pörökke a kerék tovább, vettem pörgetés 8-at egészen konkrétan, ebből már csak fogunk autót. És ott is van! Integra Typer! Hú, ez az elég jó, srácok! Érdekes módon az a kocsi nem volt még meg, én azt gondoltam, hogy megvan már, de nincsen. Fú, jól néz ki, nem tudom, valahogy annyira egyedi megjelenés ennek a kocsinak, ez a lámpával elől. Hát ez nagyon jó lesz az autó, úristen, de jó lesz az a kocsi. Na! Azt gondolom, hogy a színe, úristen, tudom is, hogy mi lesz a színe, jó, oké. Ne szaladjunk annyira előre. Egyedi fejlesztés, na! Ez egy elsőkerekes autó, legalábbis legjobb tudomásom szerint, és így is van az. Na most, lehet, hogy szentségtörés, de... És sokan írjátok egyébként kommentben, hogy Isti, miért nem rakod fel az összes autót elsőkerék, összkerék meghajtásra, mert hogy úgy lesz basszó a kocsi, én ezt nagyon jól tudom, de... Abban nincs semmi élvezet, viszont elsőkerekes autót nem szeretnénk nagyon tuningolni, mert akkor olyan ortolós lesz, és nem lesz jó vele menni. Úgyhogy én azt mondom, hogy rakjuk fel összkerék meghajtásra, és annyi, hátsó kerékre semmiképpen sem, de összkerékre igen. Azon kívül motorcsere, mit rakjunk bele? Hát ez a két literes történet van, vagy turbo rally. Hát én turbo rallyt nem fogok belerakni, úgyhogy legyen mondjuk ez a két literes i4 VVT. Illetve ugye a turbo, centrifuges, vagy pedig a, hát legyen egy egyszeres turbo benne. Jó. Valószínűleg ez most itt tényleg így a hogy is mondjam, a szentségtörés ne továbbja, de ebben az esetben sajnos nem annyira mozgat a dolog. És mivel összkerekes az autó, értelmszerűen felrakjuk a legmagasabb szintre. Hát hogyha már most egy olyan S1-en van a kocsi, én azért megtippelek egy S2-t neki így végső soron. Tél van, egyébként azt érdemes tudni a játékban, szóval valószínűleg a téli gumit fogjuk felrakni. Mert semmiképpen sem, hogy ezen menjen el a dolog. Egyébként túl nagy különbséget én még sose tapasztaltam a téli gumi meg a sima sportgumi között. De hát a franc tudja. De azért felrakjuk, jó? Tehát a tapadás mindenképpen legyen maximálisan. Mert miért is ne? Nem fogjuk becsövezni. Nagyon jó. Könnyítettünk is rajta. Ez egy brutál kocsi lesz. Tehát ezt, én most látom már rajta, hogy ez nagyon durva kocsi lesz. Meglátjuk, hogy mennyire fogom tényleg tudni kordában tartani, de mondjuk az összkerék miatt nem tartok a dologtól. Na és akkor most jön az abroncs. Ugye a téli gumival, hát 898, viszont hogyha a verseny abroncs 912 lenne már, de mondom a tapadás miatt legyen inkább a téli gumi, nem akarok tényleg ezen szórakozni egy percig sem, viszont már S2-be átmentünk, én szeretem, hogyha széles az abroncs. Gyári felni szerintem nyugodtan maradjon, bár, ne maradjon, nem tetszik meg, annyira nem tetszik, megmondom őszintén. Rakjunk rá valami, hát egy BBS, ez mondjuk eléggé stabil szerintem. Felnikkel mindig egyébként bajba szoktam lenni, és nem akarok vele sok időt elszarakodni itt nektek. Ez nagyon jó. Ez mi ez? Fixe. Alright. Tényleg akarok sok időt elszarni vele. Az a BBS amúgy az nem volt rossz, csak annyira sablon már, hogy BBS folyton. Amúgy ennek a kocsinak jól áll ez a sok küllős téma. Legyen ez az OZ. Kicsit nehezebb lett az autó tőle, de we don't really give a fuck about that. Felni méret nyugodtan maradjon. És hát nyomtál szélesítőt pedig mindenképpen rakunk be. Jó tesz a... irányítóságnak. Ilyenekkel nem szarakodnék, gyári spoiler nyugodtan maradjon rajta, vagy éppen le is vehetjük a spoilert. Amivel nagyon érdekes módon minden csak javul. Ja, értem, aha. Hát az nem kell. Minden, legyen rajta a gyári spoiler, nekem tetszik az a gyári spoiler rajta. És akkor így nézünk ki. Hát a kocsi elég brutál lett. Sok súlyt nem vesztett.
Szerintem az összkerék meghajtás miatt van ez. A franc tudja, ugye, mert hogy gyakorlatilag amit kiszedtünk belőle súlycsökkentés gyanánt, az visszajött különböző, meg a tuning, meg a motor, ugye, is nagyobb benne, gondolom, mint a gyári, I guess. Úgyhogy ennyi. Na, és akkor még amit csinálunk, az az, hogy kap egy festést, egy autófestést, hanem a gyáriból is lesz az a sárga. Így van, ezt a sárgát gondoltam. Lehet, hogy sokatok most őrültnek tart, nekem tetszik. Sötétítjük nyilvánvalóan, hülye gyerekautót csinálunk belőle. Ez legyen egy fekete, oj, Jézus, és az is legyen fekete, figyelj, úgy kész. Ennyi, megvan az ekte hülye gyerekautó. Kész, hülye gyerekautóval fogunk menni. A Forzában teljesen jó. Jó lesz, még valami kéne rá egy magyar rendszám, az aztán nagyon fontos. Úgyhogy végső soron még azt megkapja, amit pedig a... Izzi, maticák felhelyezése, hátsó lökhárító, régcsinálta, melyet fóliaforma alkalmazás, nem. Fólia csoport betöltése, és akkor itt van nekünk egy ilyen jó kis magyar rendszám. Ez így szerintem jó is, mehetünk. Nem, ezt így lerakjuk. Egy sokan kérdeztétek, legalább ezt is majd belerakom a részbe, hogy hogyan csinálok rá a magyar rendszámot. Gyakorlatilag van, aki már csinált a magyar rendszámot a játékban, kicsit nehéz belőni egyébként a méretet. Volt, aki megcsinálta a magyar rendszámot, látjátok így ilyen dizájnba. És szerintem ez így fullos is, picit olyan nagy. És gyakorlatilag csak egy matrica, és simán van egy opció, ahol ki tudod venni azt, hogy ne legyen rajta rendszám az autón. És akkor nincs rajta rendszám, hanem ez van rajta. És lehetne még előre is rakni, de előre most nem rakunk szerintem. Aztán akkor annyi. Meg elől nincs helye a legtöbb autónak, sem nem tudod hova rakni ott, úgyhogy elengedjük a dolgot. Na így nézzünk ki! Nézzük a Type-R-t. Integra Type-R, úristen. Nagyon jól néz ki, áj, de jól néz ki, a neon hiányzik alóla. Úram, Isten! Mint a golyó! Mint a golyó, srácok, olyan a kocsi. Azért virgonc elég durván. Meg kell hagyni. Hová? Akkor lemegyünk az útról. Nagyon virgonc amúgy. Lehet, hogy nem a legjobb, hogy itt télen vagyunk, de hát ez van, nem lehet is csinálni vele. Az, hogy most lejt az út, akartam volna egyet rajtolni vele. Hogyha úgy vagy, akkor azért... Alaposan elmegy a segge amúgy. Megnézem gyorsan a tuningot. Hol van az kocsik? Igen, autotuningolása. És akkor a differenciálmű. Igen, hátul jobban hajt, ha jól látom. Egyensúly, ja. Hátul jobban hajt. Én ezt átrakom egy ilyen 50%-ra. Megnézzük, hogy javított-e valamit a dolog. Érezhetően hátul jobban hajt. Bakker. Menjünk már ki! Na. Nyilván a... nem tudunk elszökni előlük! Hoppá, mit nyomtam? Nyomtam valami vizét, megnyomtam szóval a D-padot. Jó, tehát érezhető volt az, hogy hátul jobban hajtott a kocsi. Picit szerintem én ezen még finomítok nagyon gyorsan. Aztán nem is tesztelem le, csak versenyen nyomjuk. Itt egy 50%, legyen egy 55%, legyen egy picikét több hátulhajtás, nem sokkal. Irányíthatóság szempontjából jobb egyébként szerintem. Na hát kíváncsi leszek, srácok, egyelőre, hát nem tudom, hogy mennyire fogunk tudni ezzel jól versenyezni, vagy eredményesen versenyezni, de jó lenne egy észt hozni, mert nem is tudom, mikor volt olyan ész a csatornán, srácok, tehát fogalmam nincs. Nem is emlékszem arra a pontra, mindig valamivel elszarom. A végén valamivel mindig sikerül elszarni a dolgot. Na minden, hát szorítsatok, srácok, jó? Derwent Tóparti futamstuk az első versenyünk. Gyorsan csinálunk egy ilyesmit, ezt mindig elfelejtem beállítani. Ezt még kell mindig újra beállítani, nem tudom egyébként.
Nézzünk egy rajtrácsot. Így néz ki, Audi TTS, tehát van összkerék meghajtású autó is egyébként a versenyen. Ugye Subaru VRX, Ford Focus 17, az nem tudom egyébként, hogy első kerekese, őszintén szólva. Szóval, hogy elvileg ez egy tök jó kis verseny lesz, nem az van, hogy hátsó kerekések között, meg első kerekes autók között megyek. Na nézzük! Ja, hogy most tél van? Nem, nincsen tél. Ja, akkor a... Jó, mert egy olyan blueprintre mentem, ezek szerint az éjszakot is befolyásolja. Na majd erre figyelünk a következőben. Most tök jó, hogy télig gumban az autón, és közben nincs is tél. Hú, a durva ez a kocsi, srácok. Azért figyelni kell. Észnél kell vele lenni, mert brutál kocsi, viszont egész jól tudunk jönni. Jó, vissza az útra. Szerintem első kerekes lesz ez a... Mondjuk ezt mondta egy... Ez egy fókusz? Na, szépen előzzük meg. És a TTS van elő, ha jól látom, az egy Audi. Az összkerék. Na, érdekes lesz, hogy meg tudjuk-e fogni majd. Kíváncsi leszok, hogy az a kocsi, az gyárilag összkerék. Ennyi meg összkerékre pakolt autó. Énkor mindig a gyári összkerekesnek van némi előnye. Ezt már tapasztaltam. Sokkal jobb az, hogy nyilván volt, hogy gyárilag összkerekes az autó. Gyerünk, rajta vagyunk, mint a szar. Azért ezt vissza kell rakni 50%-os a hajtást, vissza kell. Basszus, mennyi jobban megy ki a kanyarból amúgy. Sikeresen túl lett fékezve az a kanyar. Nem tudok egyszerűen közelíteni hozzá, nem tudok. Hibázok is. 70%. Elhúz. Nem tudok, srácok, nem tudom utolérni azt a TTS-t. Egyszer nem sikerül. Esetleg talán most. Hosszú egyenes után meg tudjuk fogni. Meglátjuk. Észnél kell lenni. Jó! Still good! Nem vagyok rá büszke, de still good! Hát ez nem életem előzése volt. Jó, srácok, vissza kell rakni, muszáj visszarakni izé 50%-os hajtásra. Hát ez a TTS, srácok, és S1-es csak az kocsi. Hát alig tudtam utolérni. Jó, hát erre nem vagyok büszke, erre tényleg nem vagyok büszke, hogy hát sajnál, ez mindegy, nyertem, nem érdekel. Gép ellen megyünk, nem érdekel. Jöhet a következő verseny. Princess Street Gardens körverseny, a következő verseny, kivételes most már tényleg télem. Nézzünk egy rajtrácsot, szintén anything goes egyébként, ugyanazok az autók érkeznek ellenünk, a TTS-sel lehet, hogy lesznek gondok. Meglátjuk, hogy itt a városban hogy fog tudni szuperálni az autó, és el is indultunk. Nagyon jó a rajt, nyilván az összkeréknek hála, a fókuszokat már csapjuk is meg, első kanyarhoz érkezünk. Próbálom kontakt nélkül menni, amennyire lehetséges. Nem tudja, Forza arról lenne híres, hogy az ember kontakt nélkül megy benne. Sokkal jobb egyébként így, hogy 50%-os a hajtás, persze nyugodtan. Nem dobja el a seggét. Viszont az első kettő megint nagyon elhúzott. Az Audik lesznek, gondolom. Még így is virgonc. Még így is bőven virgonc. Nagyobb kontakt nélkül próbálunk menni, és az előző verseny az olyan béna győzelemmel zárult, nem igaz. És itt vagyunk már rajta, a TTS mögött szélárnyékban, jövünk is rá. Esetleg itt a kanyarba meg tudjuk enni, egy kései fékezéssel, és igen. Finom olhatós kigyorsítással, saját tempónkat kell autózni most már. Meg jó védekezni, amennyire erre lehetőség van. Nagyon jó. Nem kapkodunk. Nem lépünk oda a gázra, azért nagyon durván mondom, az autó így is hiába összkerekes. Virgonc. Virgonc kocsi ez, úgyhogy...
Nyilván első kerekesen is nagyon jól lehet a kocsi, csak akkor ilyen teljesmény nem tudsz rárakni. Vagy rá tudsz rakni, csak szerintem csak szenvedni fogsz vele. Nagyon jó. És nagyon jó, kellőképpen le is rásztuk őket. Itt a városban nagyon jó az a kocsi. Nagyon nagy ez a hazai terep neki. Így ez egy lehet egy kicsit, aha. Ez egy kicsit ambíciózus lett volna. Ezt nem akartam. Próbálunk vigyázni szépen. Megpróbálunk nem fölakadni semmilyen lépcsőben ugye. Amilyen házból indul ki. Jaj, de nem kanyarod a kocsi. Jó. Kell az ellen kormányozni vele elég durván. Jó, szerintem jól megyünk egyébként nagyon. Tehát ahhoz képest, hogy... hogy hol kezdtük, ahhoz képest, hogy nagyon jó. Ez egy könnyebb versenynek ígérkezett. Ez egy jobb pálya neki egyszerűen. Ez egy jobb pálya neki egyszerűen. Sok kanyar, szűk kanyarok. Ezt én is jobban szeretem. Megmondom, hogy ez nekem ez a kedvenc területem egyébként a játékban, a város. Jó szűk el lehet venni a kanyarokat, ki lehet szélesíteni bizonyos kanyarokat, ezeket szeretem. Kettőből kettő srácok egyelőre, rajta vagyunk nagyon durván az észen, és megnézzük az utolsó versenyt. Nem fog változtatni semmit, ez a kocsi, ez így most jó nekem, ez is nagyon-nagyon tetszik nekem ez a kocsi így. Úgyhogy marad minden így, utolsó verseny következik, és könyörgöm, drukkoljatok, hogy összejön az a rohadt ész végre, mert már nagyon kellene. Tegyétek ezt meg, légy szíves nekem. Az utolsó versenyünk a Broadway Village körverseny. Ugyanazok az autók ellen, kezdjük is meg, ne szarakodjunk vele. Nem Mom's Spaghetti körverseny. Itt eldől. Megpróbál koncentrálni amennyire csak lehetséges erre a versenyre. És pont nem tudtam elsasszolizni mellettük. Jaj, de jókat durrog! Hol vannak az Audik, srácok? Fókuszok az élen! Hova lettek az Audik? Nem jött ki a lépés! Fókuszoktól nem tartok, az Audiktól jobban tartottam, megmondom őszintén. Mit művel? Így van, kigyorsításnál jobbak vagyunk, nyilván az első kerekesek azt hiszem a fókuszok. Bár a franc ugye, hogy milyenre vannak megcsinálva, ugye? Na hát, meglepő módon, ez most eléggé könnyűnek tűnik, de lekopogom. Inkább, biztos, ami ziher. Nehogy az legyen, hogy innen bukom el, az nagyon kellett lenne itt beakadni valamibe. Úgyhogy megyünk szépen a tempónkat, kocsikázzuk. Majdnem kiadta. Nem fogunk megfeszülni azért a tempótól. De azért megyünk egy kellemes, sem kocsikázható tempót. Meglepően könnyű, nem tudom mi van most srácok, nem tudom mitől függeiként. Az első versenyen majd összeszartam magam, hogy megnyerjem. Ott az Audi brutálisok voltak. A második versenyen is ott voltak azért az élen. Itt teljesen eltűntek. És még mindig be se kanyarodtak. Most kanyarodnak be még csak. Nem tudom mi van. Srácok, ez smooth sailing. Ráérek venni egy jó korai féktávot is. Biztosan bevegyem. Na, ez nagyon jó volt. Most kiadta. Jó. Sokat nem tudok mondani, nem tudok sokat kommentálni. Ez most ilyen régóta megérdemelt ace. És be is érkezünk, srácok. Hatalmas fölénnyel. Tényleg nem is tudom mekkora fölénye, de rendesen nagy fölénnyel érkezünk meg. Srácok, ace! Megvan az Integra Type R-rel az ace, nem gondoltam volna. És az Audik ott vannak a harmadik helyen jelen pillanatban. De szigorúan egy tömbbe, tehát egymás után. És azt mondja, hogy 240 a fókusz most meg tudta csapni őket a fókusszal. Meglepő, meglepő egyébként, nagyon meg voltam lepődve, de azért látszik, hogy szépen lassan a fókuszok visszaestek oda a hátsó környékre, a hátsó mezőnybe. A VRX nem igazán volt ellenfél, érdekes módon. Nem tudom, hogy mitől függött ez.
pedig azért az is egy összkerekes autó. Szóval meg voltak, hogy az első ilyen voltak a fókuszok, de az Audi szépen följöttek utána. Jól alakult szerintem nekünk egy teljes mértékben a dolog, nem tudtak egyszer kitörni, és nem volt nagy csata az utolsó, vagy az első helyért. Srácok, ész! Megvan! Remélem, hogy élveztétek! Jöhet az outro! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.